Szász Gábor építész Závodon él, anyai ágon német származású. Nem véletlen, hogy nem akarta veszni hagyni a közeli Tevelen lebontásra ítélt 18. századi favázas házat. Édesanyám révén német felmenőim vannak, és itt is születtem Závodon, mindig itt éltünk, és a szakmám kapcsán a technikát is ismertem. Eleve a népi építészet közel állt hozzám, de ezen belül ez a fachwerk, ez a német építési technika, ez mindig is érdekes volt. Az utca, ahol állunk, egy nagyon régóta lakott település rész volt, amikor a németeket 1718-ban Závodra, Fulda környékéről ide telepítették, akkor ez az egyik első belakott utcaszakasz volt. Nagyon sűrűn álltak egymás mellett kis léptékű házak, tehát 5-6 méteres udvarokkal is, 7-8 ház állt ebben a nagyon rövid utcában. A mögöttünk lévő fachwerkház helyén is állt egy ház, ez volt az utca utolsó háza, a legközelebb az erdőhöz, és ennek a helyére volt akkor célszerű megépíteni ezt az egyedi emléket. A ház története nem Závodon kezdődött, ez valaha Lengyelben állt, és az épület bontás során derült ki, hogy ennek a halálra ítélt épületnek a falazatában még fagerendák vannak, ami igazolta azt, hogy ez egy első generációs fachwerkház, és ahogy Závod úgy lengyel is fuldai telepítésű német közösség volt, tudjuk azt is, hogy Závodon frank módon épültek a házak az első egyházlátogatási jegyzőkönyvek szerint, tehát akkor méltó helyre kerültett vissza ez. Sok munka volt vele, először is a bontás során rajzolni kellett, rögzíteni, dokumentálni, minden elemet egyesével megszámozni, és akkor volt egy hosszú időszak, amikor ez egy pajtában, vagy két pajtában pihent tulajdonképpen a faluban, és arra várt, hogy egy pályázati támogatási lehetőséget találjunk hozzá, hogy ez újjáépülhessen, ami sikeresen 15 környékén meg is valósult, úgyhogy most már 7 éve itt áll az épület készen. Amiért készült, az tulajdonképpen a emléket állítani ennek az építés technikának. Az épületbe bekerült egy datált gerenda is, ami a fachwerk emlékek között sem túl gyakori, tehát ritkaságnak számít, az életkora szintén. A datálás 1772-es, és ez a faluban fellelt, egy másik portán fellelt egykori fachwerkház melszorító eleme volt, az utca felé egy felirattal, ahol az akkori tulajdonos és felesége nevét tartalmazta, Nikolaus Véner és Margarita, és latinul dicsőség az Istennek. A ház építése során arra törekedtünk, hogy egyrészt bemutassa azt az eredeti technikát, amivel ez épült, másrészt olyan korabeli anyagokat akartunk használni, ami illő ez a ház életkorhoz. Tehát a földben nem betonalapok vannak, hanem téglából falazott alaptestek. A favázat vályog téglával töltöttük ki, kívülbelül tapasztást kapott és egyszerű meszelést. A lábazat helyi kőből, bontott kőből készült, a tornác bontott téglából, a tetőzet bontott cseréből, és nagyon figyeltünk arra, hogy a fa szerkezet kapcsolata is eredeti módon kerüljenek helyreállításra, tehát fa kapcsolatok vannak, fa csapolások és fa szegekkel vannak ezek rögzítve. Az épületben nincs bevezetve semmilyen közmű, nincs áram, víz, villany, döngölt földpadlók vannak és korabeli érzés. A bemutatóház egyre népszerűbb úti cél a nemzetiségi iskolák körében is. Az épület látogatható, ezzel élnek is nemzetiségi iskolák, kirándulók, egész távoli helyekről érkező turisták is. Sokan szerepelnek a vendégkönyvben, járt itt Rádai Mihály, aki nagyon szerette a települést, Szekszárdról Elbringer Ferenc, aki blogot vezet és nagyon sok bejegyzése van a faluról, vagy Borbás Marcsi, amikor a faluba főzött, akkor ebbe az épületbe is járt, és itt is készítettek ételeket. A belső térben egy egyszerű berendezés van, a konyhában van egy épített korabeli takarék tűzhely, és konyhaberendezések, van egy szoba, ami körülbelül egy ilyen múlt század elejé szobabelsőt tükröz, és van egy kisebb szoba, ahol pedig egyéb eszközöket helyeztünk el, ami a paraszti életvitelhez, a falusi életvitelhez kapcsolódik, és amikor gyerekek jönnek a osztálykirándulásokra vagy nemzetiségi heteken, akkor ebből csinálunk általában a kvízjátékokat. Megmutatunk egy eszközt, és akkor ki kell találni, hogy vajon mire használták. Sokszor a tanítónéni se tudja, de jókat tanulnak belőle. A závodi favázasház igazi ritkasságnak számít, hiszen mára az egész Dél-Dunántúlon alig 50 ilyen építészeti emlék talál.